hogyan látja a mérkőzést. Az első félidőben sikerült szoros állással szünetre vonulni, a másik félidőben azonban már nem tudta tartani ellenfelét a Siófok. Minek volt köszönhető, ez mi miatt nem sikerült pontot szerezni itt Békéscsabán? Nem, hát várható volt, készültünk a Békéscsabára. Az első félidő így elképzelések, amit akartunk, ezt lejátszottunk. Ott is voltak a hibák, azért is két gól a vesztésre álltunk a félidőt. Az első fél idő után. A második fél idő többségben az első 10 percben eldőlnek a mérkőzések, azt tudtunk, és erről beszéltünk az öltözőbe, és pont ellentéten elindultunk. Sok technikai hibát köszönhető, már 6 góla is vezetett itt a 45. percben a Békéscsaba, utána plusz lelki erő kellett, hogy visszamegyünk, már 3 volt lehetőségen talán, hogy 2 góla is zárkozunk, ami nem sikerült. Az egyetlen, amit bánt, hogy úgy éreztem, hogy utolsó 10 percben már feladta a csapat. Ami nem sikerült a támadásba, már nem is nagyon akartunk dolgozni védekezésbe, és azért 6 góllal veszítettünk ezt a mérkőzést. Hogyan látja a folytatást, hiszen ez a mérkőzés ugye a 8. hely szempontjából létfontosságú volt. Hogyan kell kijönni a csapatnak ebből? Hogyan jöhet majd ki ebből a csapat? Nem, hát minden következő mérkőzésre készülünk. Persze, hogy a Békéscsabának meg nekünk pontok kellenek, hogy bejussunk a 8-ba. A reális esélyünk van nekik is, meg nekünk is, de ehhez győzelmek kellenek. És meg lehetett persze, hogy veszíteni itt a Békéscsabán, azért megvertek a Vácot, Debrecen, Fehérvár, nem várható volt, fáj, hogy ezt 6 gól lett, lépjünk előre. Sok hibával játszottunk, de igazából tudtuk tartani magunkat, feszültek voltunk, egy picit tompák voltunk, tudtuk, hogy óriási a tétje a mérkőzésnek. Tudtuk, hogy nagyon fontos a 2 pont a 8-ba kerüléshez, és azt gondolom, hogy ez meg is játszott egy picit a csapaton, illetve hát, hogy Győrben játszottunk a hétvégén egy viszonylag hosszú utazás után, ahol eléggé jól kijátszottuk magunkat. Én azt gondolom, hogy hibáztunk, de mellette tettük a dolgunkat, harcoltunk, és eredményesek tudtunk lenni, ez a legfontosabb. Szerencsére kevesebbet hibáztunk, mint ellenfelünk, és szünetben is már 2 gólos előnnyel tudtunk fordulni. Habár azt gondolom, hogy ha a helyzeteinket nagyobb százalékban értékesítettük volna, akkor lehetett volna ez egy megnyugtató belőny is. Hál' Istennek ez tendencia, hogy a második fél időben még rá tudunk rakni egy idézőjeles lapáttal a teljesítményünkre, és a második fél időben általában növelni tudjuk a különbséget. Védelemben is stabilak tudunk maradni, úgyhogy mindenféleképpen erősség, hiszen mindenkire szükség van egy bajnokságban. Örülök, hogy a fiatalok, mint az idősebbek is nagyon sokat tudnak segíteni a teljesítményen a csapatnak, és azt gondolom, hogy ha egy picit nehezen is, de a lényeg, hogy azért egy magabiztos győzelmet alattunk.